Leadták az aláírásokat, így hivatalosan is polgármester jelölt Zalaegerszegen Kiss Ferenc az önkormányzati választásokon. A Mi Hazánk mozgalom színeiben induló politikust a választási iroda tegnap vette nyilvántartásba. Az induló pártok szervezetek közül másodikként, az ellenzéki pártok, illetve egyesületek szervezeteknél meg elsőként polgármester jelöltet tudott a Mi Hazánk állítani. Ennek nagyon örülünk. Hát ez a támogatásnak az eredménye, gyorsan össze tudtuk szedni a polgármester jelöléshez az ajánlásokat. Én megköszönném így a televízión keresztül is azoknak az embereknek, akik a Mi Hazánk polgármester jelöltjét támogatták. A párt mind a 12 körzetben megméretteti magát. Farkas Attila, a zalaegerszegi szervezet elnöke szerint jól haladnak a szignók összegyűjtésével. Folyamatosan gyűlnek az aláírások. Úgy látjuk, hogy már ilyen 90% környékén vannak a körzetek, de természetesen szükség van arra a rátartás, hogy véletlenül nehogy elszúrjunk egy-egy körzetet, úgyhogy még mindenképpen gyűjteni fogjuk az ajánlás gyűjtési időszak végéig. Tehát úgy látom, hogy mind a 12 körzet meg lesz, és mind a 12 körzetben lesz jelöltünk ezen a választáson is, úgy, mint a 2019-esen. Az önkormányzati választásokat június 9 9-én tartják. Zalaegerszegen több mint 45 ezer polgár jogosult szavazni. A kampányidőszak következő fontos lépése a jelöltek sorrendjének sorsolása lesz. Erre május 6-án 16 óra után kerül sor.